Szevasztok, Marcel vagyok, és ez itt a Túlélni Japánban következő videója. Ebben a videóban arra szeretnék válaszolni, hogy a japánok miért ilyen vékonyak, és hogy te, aki nézed a videót, miért nem leszel az. Essünk is neki a dolognak. Nos, sokan azt mondják, hogy azért, mert amit esznek a japánok, ez nem igaz. Ez nagyon-nagyon nem igaz. Mert főleg a mostani japánokra nem igaz, mert... Ja, majdhogy nem ugyanazt teszik, amit mi, csak annyi, hogy mégis nekik rizsen alapul. Viszont azt tudni kell, hogy a rizset többféleképpen lehet enni. A barna rizs, ami még rajta van a vékony héja, az körülbelül olyan, mint otthon a teljes kiörlésű liszt. Van a fehér rizs, ami nincs, az meg olyan, mint a sima liszt. Na, úgy kell kérni, mind a kettőben kibaszott sok a cukor, egy a különbség, hogy annyi energia kell, hogy megemészd a héját, amennyit körülbelül felveszel a cukorból. Tehát, hogyha a hántolt rizset eszed, a fehér rizst, akkor nem égetsz el kalóriát, majdhogy nem égetsz el kalóriát azzal, hogy megemészted, viszont kurva sok kalóriát veszel föl. Na. És itt jön a dolog, hogy hiába eszed ugyanazt, mint a japánok, te hízni fogsz. De mint az állat. Talán még jobban, mint otthon, ha nem edzel. És hogy ez miért van, ez egy roppant egyszerű dolog, és valószínűleg itt fogjátok most sokan kikapcsolni a videót, de hát ez van. Japánok, meg úgy alapból az ázsiaiak, most az ázsiaiak alatt úgy értem, hogy a kazakok, kínaiak, koreaiak, tájvaniak, ilyesmik. Tehát nem az indiaiakra gondolok, meg ja, nem olyasmi formájúakra, hanem alapos arcú ázsiaiakra. Vagy mondhatnám azt, hogy ferde szemű, húzott szemű, értitek, hogy mire akarok kiukadni. Na, kevesebb inzulint termel a szervezetük, sokkal kevesebbet, 20%-kal, és mi is az inzulin? Úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy van a vér, mondjuk itt van az ered, megy a vér, mennek a vérsejtek, megy a cukor, meg ilyesmi, és a vérsejtek a cukorral nem tudnak összekapcsolódni, csak úgy. És hogy ez miért baj? Azért, mert nem tud energiát adni a testednek. Na, az inzulin az azt csinálja, hogy az összekötő kapocs megfogja a cukrot, és arra rábír már csatlakozni a vérsejtet, és abból tudsz te energiát csinálni. Viszont, hogyha fölösleges cukor csatlakozott inzulinhoz, amit már a vérsejtek nem tudnak fölvenni, azt elraktározza a tested zsírba. Így hízol. Kibaszott nagy tudományos orvosok leszünk, ez egy nagyon egyszerű magyarázat volt. Ha valaki orvosbuli, nyugodtan írja meg a kommentbe, hogy ez pontosan hogy van, szerintem átlagember így is érteni fogja. Na, az ázsiaiaknak sok, tehát 20%-kal kevesebb inzulin termelődik, ami azt eredményezi, hogy a teste sokkal kevesebb energiát tud fölvenni. Viszont sokkal kevesebb energiát tud eltárolni, ezért, ha valamit fölvesz és elhasználja, akkor utána a következő inzulin, ami termelődik, az a maradék cukrot azt megint felveszi és elhasználja, tehát kevésbé tudja elraktározni zsírba. Ja, a modern korokban már egyszerű, de egyébként meg amíg nem volt tömegközlekedés, meg autó, addig ugye ők mászkáltak a hegyekben, meg gyalogláztak, meg ilyesmi. A legtöbben, mondjuk a mongolok, meg ilyen nomád népek azok lovagoltak, már jó régóta, ők könnyebben is híztak. De modern korokig azért voltak ilyen nagyon keszeg vízisikló, majdhogy nem az összes ázsiai, mert gyalogoltak sokat, és elfogyott az energiájuk. Nincs energia! És ez, ja, igazából lényegében ezért, ha ő ugyanazt teszi, mint te, 20%-kal kevesebb zsírt fog elraktározni. De ez sem teljesen igaz, mert sokkal kevesebb zsírt tud elraktározni amúgy is, de most vegyük ezt alapnak. Viszont a cukor az ugye menni fog önmagában az erekben, ami magas vércukorszintet fog eredményezni, ami a diabétesznek, cukorbetegségnek a másik formáját eredményezi, ugye kettő formája van lényegében. Az egyikkel hízol, mint az állat, alacsony vércukorszint, a másikkal meg vékony vagy, mint az állat, és nagyon magas vércukorszint, mind a kettő veszélyes. És főleg tehát az ázsiaiakra egyre inkább jellemző a nagyon magas vércukorszint, mert fehér rizs már jó ideje, és ja, minden ilyesmi. Elraktározódik a cukor a véráramban,
sűrűvé teszi a vért, és mit csinál a sűrű vér? Az megakad az esetleges, mit nem azt mondom, hogy sérülésekben, de ugye minden egyes szerved, meg milyen, az újítja saját magát, és ahol van benne egy picike kis köcsört, ott szépen fennakad. És nagyon szép vérrögöket tud csinálni, ezért érfestést, értisztítást kell csinálni a japánokon elég sokszor, általában ez a kajájukkal van egyébként. Tehát ők ezzel próbálják kompenzálni a cukorbetegségüket lényegében, hogy az etetes dologgal, meg ilyesmi a fokhagymát, mert nem igazán esznek, pedig a fokhagyma segítene az egyik legtöbbet benne. Úgyhogy, ja, ezért mondom, hogy ha te ugyanazt teszed, mint a japánok, te biztos, hogy sokkal jobban fogsz hízni, mert a te tested az 20%-kal több inzulint termel, 20%-kal több zsírt tudsz elraktározni. Ha ugyanannyit gyalogolsz, ugyanannyit tömegközlekedsz, mint egy átlagos japán, és ugyanazt teszed, mint egy átlagos japán, te hízni fogsz, míg ő nem. Sőt, van, hogy ő még fogyni is fog tőle, mert ugye ők még ráadásul mentalitásuk stresszelnek is azon, hogy kohai senpai, mi meg nem. A stressz az ugye alapból emészti az energiát, és ha nincs honnan fölvenni energiát, akkor leépíti a test az izmot. És ezért ilyen csökött lesz sok ember. Nos, ha hasznos ez a videó, akkor nyomassatok egy lájkot. Remélem, hogy hasznos volt, mert biztos sokan diétába kezdenek, hogy úristen, hát itt van Japánban, és vagy majd ő kijön Japánba, és majd ő lefogy, de egyébként meg diétázik, meg rizst teszik, meg ilyesmi. Ha hántolt rizst teszel, baszhatod a fogyásod. Nagyon-nagyon sokat kell hozzá edzened. Vagy egyél barna rizst, ami otthon nem is tudom, hogy kapható egyáltalán. Azzal sokkal kevesebbet kell edzened. Vagy olyan cukorbeviteled legyen, egyébként pofázok én, aki dagadékoskodik, meg szeretem az édességet, mondjuk azt hozzáteszem, hogy én leszarom, tehát engem nem érdekel. Én, hogyha magamon már megunom, akkor edzek, jó, edzegetek naponta, meg tekerek, de az edzegetés az nekem azt jelenti, hogy plankelek napi 3x3 percet, és lenyomok 3x15 fekvőt, azt be van osztva. Ez mind nekem az edzegetés, egyébként meg biciklizek. Szóval, remélem, lájkot megérdemel a videó, és azt is. We'll be right back.